Most ugye jön az, aminek általában jönnie kell itt az ünneplés után, mert hogy az első végjátékot azzal zárjuk, hogy megnevezzük ugye a vesztes csapat legrosszabb statisztikájával rendelkező lányjátékosát, mert hogy ezen a héten egészen biztos, hogy női párbajozója lesz, illetve női kiesője lesz itt az All-Star évadnak. Ez a játékos pedig nem más, a számok, a statisztikák, az eddigi teljesítmények alapján a kihívók csapatából tehát, aki biztosan párbajozni fog. Aki biztosan veszélyzónás. Ő nem más, mint Hanna. Meglepett, Hanna? Nem lepett meg egyáltalán. Nem véletlenül vagyok itt másodszorra is, szóval az elmúlt 4 hét alatt szerintem 3 nap volt, amit élveztem ebbe a játékba, úgyhogy alapvetően, ha nekem párbajozni kell menni, akkor végre. Szóval, hogy így értem. Néha vannak pillanatok, amiket elkapok, és azt érzem, hogy jé, ez amúgy jó. Úgy, hogy semmikor nem sikerül stabilan idehoznom magamat fejben. Tudtam, hogy ez lesz, nem tudtam, hogy így fogok rá reagálni. A csapat az a legtávolabbi pont tőlem, szóval, hogy... Ez milyen hagyjuk. Értelemben mondod? Hogy... Ah, most mindent mondjak el? Hát szeretném, azért vagyunk itt, szűk körben vagyunk. Bár egy kicsit megy már arrébb. De nekem most ez a véleményem, akkor én így elfáralódok, bocs. Tehát a csapattársaiddal is kiszúrsz magyarán, ezt akarom csak mondani. Én miattam senki nem esett ki ebből a játékból. Én egy dologra figyeltem ebbe a játékba, hogy ne essen ki miattam senki. Senki nem esett ki miattam, amikor kellett, akkor hoztam a pontokat. Az, hogy én mikor esek ki, az az én dolgom. És az, hogy én hogyan érzem magam a csapatba, az most az én hibám, hogy rosszul érzem magam. Szóval alapvetően nem vagyok idevaló. Nem csak én azt látom mindenkin, aki itt van a csapatban, a kékeknél, hiába kaptatok ki ma, szenzációs volt a hangulat az elmúlt 2 napban, és Gergő véleményét még hadd kérdezzem meg, mert láttam, hogy itt az előbb nagyon akartál valamit mondani. Mi erről a véleményed, amit hallottál itt Hannától? Köszönöm Leál a kérdést, de én úgy gondolom, hogy ez első körben a csapatra tartozik, ezt első körben a csapatnak kell megbeszélnie otthon. De már, ha már így alakult, azért csak van véleményed. Én úgy gondolom, hogy a mostani reakcióm az egy kicsit tükrözi a véleményem, és légyen kedves, ezt fogadd el most véleményként. Amit Hanna mondott, hogy elhatárolódik a csapattól, én úgy gondolom, hogy most megtettem az első lépést. Tehát arrébb álltál tőle? Így van, így van. Én nagyon sok mindent mondanék, holnap meg is beszélhetjük egész nyugodtan, de tényleg én ezt először a csapattal szeretném megbeszélni otthon. Légy olyan kedves, ezt most tényleg tarts tiszteletbe. De holnap beszélünk erre, mindenképp, jó? Mindenképp. Köszönöm szépen. Én köszönöm. Hát érdekesen alakult ez itt ez a ceremónia, a vége ceremónia. Itt ennek a napnak a végén nem gondoltam volna egyébként, hozzáteszem, de lesz mit megbeszélnünk majd holnap is. Egyrészt emiatt lesz nagyon izgalmas a holnapi nap, másrészt pedig azért, mert jön majd a végjáték második felvonása, ahol tehát eldől, hogy Hanna mellett kik lesznek még a párbajozók. A mai napot tehát a bajnokok tudták megnyerni egy egészen szenzációs csata után. Holnap pedig folytatódik a végjáték!